Bár a női kézilabda NB1-es idény még csak most érkezett a feléhez, a győri Audi Eto KC-nál már a következő évekre koncentrálnak. Ennek érdekében több játékossal, köztük az idei Európa-bajnokság All-Star csapatának több tagjával is sikerült szerződést hosszabbítani, ami nagy fegyverténye a mai kézilabda világában. A női kézilabda, hiába mondják azt, hogy egyre inkább szűkül, és tulajdonképpen 6-8 csapat határozza meg az elitet, és egyre nagyobb a szakadék az elit és a középmezőny között, ez valóban igaz, ez kár lenne tagadni, ez látszik az eredményekből, viszont az a 6-8 csapat pont ugyanarra, mondhatom úgy, hogy játékosokra lő, mint a győri Audi Eto, tehát egy Nike Grothnak vagy egy Yvette Brocknak nagyon-nagyon sok ajánlata van, vagy nagyon sok ajánlata volt, inkább így fogalmaznék, hiszen mindkettő sikerült szerződést hosszabbítani. A cseh jobb szélső Janak Nedlikova is jól érzi magát a megyeszékhelyen, ezért döntött úgy, hogy további 2 évet fog eltölteni a csapatban. Az EB legjobb beállósának választott Yvette Brock plusz 3 szezonban visel majd győri mezt. Honfitársa, a holland válogatott és az Eto irányítója Nike Groth is a hosszabbítás mellett döntött, további 2 évet szeretne Győrben tölteni. A tervek ugyanazok maradnak, nagyon jó azonban, hogy sikerül megtartani a játékosainkat, és tudjuk folytatni a csapatépítését. Fontos, hogy gondoljunk a jövőre is, a folyamatos munkával pedig egyre erősebbek és erősebbek leszünk, minél tovább tart a közös munka. A külföldi játékosokon kívül a hazai válogatott alapembereit is szeretné megtartani az egyesület, hogy minél összeszokottabb társasággal vághassanak neki a következő szezonoknak. Jobb helyre nem is tudnék menni, és a másik az, hogy nagyon jól érzem itt magam, meg amint mondtam, hogy ez tehát a szívemhez nőtt nagyon, tényleg én már körülbelül 10 éve játszom itt összességében az Etónál, és nem is tudnám nagyon elképzelni máshol a karrieremet. A magyar válogatott jobb szélsője szintén 2 évvel hosszabbította meg a szerződését. A csapat egyben tartásának fő célja, hogy továbbra is Európa élvonalában tudjon maradni az egyesület, és állandó résztvevője lehessen a kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjének a zöld-fehér alakulat.